Hát akkor ezen a héten is köszöntjük az égéstér minden kedves hallgatóját, Tűzföldtől Tokióig, attól függően, hogy ki milyen képernyő hátteret választott magának erre a meetingre. Sokféle érdekes képernyő háttér van, hát nem tudom, Pap TV mögé, lehet, hogy az amerikai kongresszusi könyvtár látható. Mindenki jól van, ugye a szaglása mindenkinek rendben van? Asszúr? Egy kicsit túl jó is, igen. Tibi? Ez a hagyományos. Van hangod? Van hangom, csak most ja, akkor hivatlak. Jó, jól csináltad. A Tibi annyira készségszinten tud hanghibát imitálni, és Nyeglevónak is nyilván jó a szaglása. Kiváló, kiváló. Valljátok be, ki mikor járt utoljára a városban, mondjuk. Köszönöm itt városnak. Itthonról el, ma délelőtt kellett mennem, mert hogy tegnap egyszerűen nem akart elindulni az autó, vásárolni akartunk menni az Osamba, és kiderült, hogy az akkumulátor az elmúlt egy hétben döntött, hogy most egy cellás zárlatossá tesz magában, úgyhogy kénytelen voltam beszerezni egy újat. Ó, oh, és? Kellett menni, és vettem egy új akkumulátort, és beraktuk a szomszéddal kettesben, hangulatos helyzet. De remélem nem érintkeztetek. Nagyon távolról beszélgettünk, az autó kész végére. Tibi? Basszus, én... Tibi már megint szerel. Mert elfelejtettem megtáplálni a kamerát árammal, de mindegy, még van időnk. Én tegnap voltam Óbudán, halaszthatatlan egészségügyi feladatom volt, mert meg kellett gyógyítani a robogót, hogy haza tudjam hozni. Mert az még bent volt az irodaházban, és ugye mindenki riogatott, hogy ma aztán végképp kijárási tilalom lesz, és nagyban ne legyen itt van a robogó. És vajon lesz? Mert eddig még nem láttam nyomát. Hát nem tudom, de szerintem mire ezt akik hallgatják, azok fogják tudni. Minden esetre én kellőképpen be voltam tojva, mert mi már egyszer a hajnival bementünk a robeszér, csak történt egy kis malőr, hogy ennek van egy ilyen rekesze az ülés alatt, és ez egy annyira fullos robogó, hogy van ennek a rekesznek világítása, de ha nem csukod le rendesen, ez égve marad. A túlokos autó és motor. Így van, így van. Én még ilyet nem láttam, 0,9 voltra merült le az aksi. Én láttam a múltkor a saját akkumulátorom is ilyen idézett ki a motorban. Hát én elhittem volna, hogy létezik ez a jelenség, csak nem akartam a saját bőrömön megtapasztalni, de most sikerült, úgyhogy kellett venni egy csontújaksit, és ezt itt fölsavasztam minden, és akkor tegnap bevittük a hajnéval, de most már bekészítettem a bikakábelt is, hogy tuti, hogy haza tudjam hozni, mert mit tudom én. Már nem bíztam semmiben, de pöcröf, és hazamotoroztam a nap lementében. Megkérhetted volna az asszúrt is. Megkérhetted volna az asszúrt is, hogy hozzon már, ha aksit venni van, vagy amelyik őtök ellen megy. Na mindegy. Én pedig, tudjátok mi a tuti? Abból, hogy a múlt heti égéstérben Vitézi Dávid kevesen lette a biciklisába alakított autósávokat a városból, valahogy, és hogy én úgy érzem, nem ritkán nézem az operatív törzset, de úgy érzem, hogy az operatív törzs alapvetően a biciklizést lájkolja. Hogy a biciklizés legális, ezért bementem tegnap a városba a biciklivel. Tehát, hogy autóval állítólag megállítgatnak már a városban, és igazoltatnak, és megkérdezik, hová mész, és állítólag katonák, amennyiben ez nem rémhírterjesztés, a sörfőzőboltban hallottam sorbálás közben, de mivel biztonsági távolságra állnak egymástól a maláta és komlóvásárló emberek, ezért nagyon elmosódottan hallottam egy 3 méterrel hátrébről. Mindegy, robogóval nem érnek atrocitások, hiszen a robogó se az élvezetet szolgálja. Úgy képzelem, hogyha a Harley-val bemennék, ott már esetleg egy rendőr összevonna a szemöldökét, de a biciklizés annyira legális, hogy mindenkinek ajánlom. Legalábbis itt a szerkesztőségben. Valahogy úgy fogalmaz a jogszabály, ami, vagy illetve pontosabban ez a kormányrendelet, ami alapján most élünk, hogy a sporttevékenység az... Igen, ez az. Az legális. Egyszemélyes. Igen. És hogyha egyedül sportolsz, az a kerékpározásra még tök jó ráhúzható, motorozásra meg autózásra kicsit kevésbé. Tehát azért Valentino Rossi ezzel vitatkozna. Igen. Veszel egy GSX-er 1001-et, és akkor azt mondod... Na de várjál, mindezt csak azért mondtam, mert hát nem tudom, hogy a többi városban mi van. Most láttam egy miskolci felvételt, hogy ott elég nagy a forgalom.
De öregem, bementem Dunakorzó, tehát Pesten a Lánchíd és a Margit híd közötti, ahol interkontinentál. Igen, ahol tilos biciklizni, amúgy, mert nem férsz el amúgy a turisták között, három ember volt összesen körülbelül, betekertem a Váci utcába, Vörösmarty tér, ahol ugye a Bódéváros meg minden, azt hiszem összesen 5 vagy 6 ember volt, abból 4 melós, és egy csávó drónnal éppen videózta, hogy nincs senki. Tehát így igen, volt 5 ember összesen a Vörösmarty téren, és a bicikliben tényleg az a jó, azért ezt autó sokáig nem fogja tudni, hogy azt csinálsz, amit akarsz, tehát a Parlament a Kossuth téren, ott is körülbelül ugyanannyian voltak, és oda tekersz, ahova akarsz, a kormányőrök semmi, ott nézegetik a telefonjukban, nem tudom, olvassák az Indexen az operatív törzs sajtótájékoztatóját. De mondom, a bicikli most egyszerre csak szerintem jó dolog, ha van az embernek egy biciklije. Amúgy is. Eladtam a sajátomat. Miért? Vegyél. Mert a Nyegleó akart venni egyet, én meg nem használtam az anyémet egyáltalán. És Nyegleónál van. Ó. Oh. És Nyegleó, te használod? Hát most a céges raktárban van, de terve van véve, hogy használni fogom majd, hogyha lehet. Hát figyelj, hát használd, mondom. Egyszerűen őrület, gyönyörű az idő, és hát mész így a biciklivel, és sehol senki. Nagyon kevés autó még igazából, még az ilyen, nem mondom, hogy a Hungária körúton végig mennék biciklivel, de így a belvárosba így nézegetni, és tényleg, hogy benne csavarodjon az ember, csodálatos. Na, még egyet el kell mesélnem, mielőtt rátérnénk a korporát témáinkra és az üdvözlések végtelen sorára, hogy tegnap éppen anyámnak vittünk csomagot, élelmiszer csomagot, illetve Diana asszony és Zara lányom vitték, és a lányom rajzolt Edith mamának a karanténbe egy kedves rajzot, és hát az volt rajta, mint Edith mama sétáltatja Bogyó kutyát és Zara, illetve Zara sétáltatja Bogyót, na hárman vannak csatárláncban, és így fákra, hát amiért egy 6 éves rajzol. Egyébként szép volt, anyám sírt is utána a telefonban meghatottságtól, de utána rekonstruáltuk, hogy igazából felirat is volt hozzá, és az volt a felirat, hogy Zarától Edith mamának kapd be. És hogy szerencsére anyám így nem olvasta végig, vagy valami, mert hogy igazából úgy volt, utána valahogy Diana rakta össze fejbe, hogy mi történt, hogy az arra egy cukrot is küldött Edith mamának, és pergamenszerűen összetekerte ezt a levelet. De utána kiesett a zacskóban a cukor belőle, és utána már csak ennyi volt, hogy Zarától Edith mamának kap be. Milyen szép emlék lesz ez 10 év múlva, amikor a kis Zara azt üzente, hogy kapjam be. Úgyhogy ezzel vigyázni kell, és akkor emlékeztek, 2 héttel ezelőtt meséltem a szexbaba kupleráit. Igen. Frissen él bennem. Nem felejtsük el. Gondoltátok volna, hogy Svájcból érkezik égéstér hallgató levél, és egy svájci baba kupleráj dolgozótól? Oh. Figyelj. Szia uram, most láttam az égésteret, és elméláztál a babákon. Mondjuk ez a kezdő mondat már önmagában egy filozófus. Most láttam az égésteret, és elméláztál a babákon. Olyan helyen dolgozom, ahol ilyen szolgáltatást is nyújtunk. Nincs túl bonyolítva. Törlőkendő, fertőtlenítő, hintőpor, Szilvia, és megy a dolog tisztítása. Mindez békeidőben értve, korona alatt nem láttam még, így nem tudok különösebb eljárásról. Na, mit szóltok? Mi van? Kicsit tibi? Ijesztő. Belegondoltál? Belegondolni. Szerencsére nem járok ilyen helyre. Vagy kevesen. Hát, lányaink. Eljöhet még, eljöhet még. Ott van a fénykép, hogy lányaink csak önt várják. Uraim, és ott van egy elégedett felhasználó. A névvel arccal. Svájc amúgy is egy remek, hogy mondják, pénzért megvehető szexuális kultúrájú ország, mert ugye ott vannak azok a hát ilyen, hogy mondjam ezt, ilyen dugókarámok, vagy dugóaklok. Micsoda? Hogy, hát, hogy az nincs meg, hogy Zürich mellett hozták létre az első olyan ilyen... Hát, hogy így be tudsz állni autóval. Tehát egy olyasmi, mint egy ilyen ló, ahova a lovakat beállítják, egy box. Igen. És ilyen boxok vannak, és akkor be tudsz állni az autóddal. Igen. Hogy úgy mondjam, lezajlik az üzlet, mindenféle ír. Valahol Zürich mellett. De nem,
Nem úgy értem, hanem hogy szobában? Vagy az nem, autóban? Az autódban. Az autódban. Tehát egy ilyen drive-in. Ja, tehát ez egy orális drive-in végül is. Hát ki hogy használja ez ki. Egy autóban szerintem nagyon kis termetű pornós kell ahhoz, hogy na mindegy. Egyesek szerint Kispolszkiban is remekül hát lehet. Volt olyan kollégánk, igen. Igen. Aki erre esküdött, de ahhoz nagyon kell akarni. Nagyon kell akarni, de Svájcban lehet, hogy nagyon kell akarni, és nagyon akarják az emberek. És te erről olvastál egy szakcikket? Annyira, hogy amikor ez hír volt, és autóval mentünk Genfbe, az volt az eredeti terv, hogy nem tudom, még a Pistáék mentek volna, hogy oda kanyarodnak, de valahogy nem esett útba végül. Akkor ám. És akkor az kimaradt, de határozott cél volt, hogy felderítjük az automobilizmusnak eme bugyrait. Na és akkor jött levél, ez ugye égéstér extra volt, a lélegeztetőgép, hogy képesek az autógyárak lélegeztetőgépet gyártani. Az autógyártókkal és a lélegeztetőgépekkel kapcsolatban szeretnék egy infót megosztani. A barátom az egyik neves autógyár fejlesztési részlegénél dolgozik. Számunkra hétköznapi embereknek elképzelhetetlen technikai háttér áll rendelkezésre az autógyárakban. A 3D nyomtatást nagyüzemi módszerekkel végzik, korlátlan szoftveres fejlesztőcsapat, elektronikai paneltervező és gyártó részlegek, már ez is nyomtatással készül. Összeszerelő mérnök tím, jelen esetben nem nagy darabszámokról van szó, napi pár száz darab per gyártó, ezért kell több autógyártó cég, és itt nem a klasszikus autógyárról, hanem csak fejlesztő üzemekről van szó. Ezeket az eszközöket nem az autógyártó sori melós fogja összeszerelni. A világon mindenhol csak az autógyáraknak vannak ennyire komplex, szinte űrtechnológiai fejlesztő és gyártó részlegei. Remélem segítettem, sok sikert, Attila. Egyébként te vezettél már ilyen álcázott prototípust? Hát álcázatlant vezettem, voltam egyszer a legendás Citroën C Cactusnek ami egy prototípus volt. Mert? Mert egyszer volt egy ilyen tesztvezetése az egyik Honda Accordnak, a kopasz által sokat nyomott Honda Accordnak, tehát aminek a kombija az a halottas kocsi formájú Accord volt. Amit ilyen hirtelenül véget ér, ilyen... Igen. Na és annak volt egy álcázott tesztvezetése, Frankfurt mellett van a Hondának egy európai központja, Offenbach nevű településen, és ott voltak olyan műanyagok, hogy ami fekete volt az autóban, az itt is fekete volt, de valahogy azt úgy utólag festették be, és látszott, hogy minden ilyen valami fehér műanyag feketére festve, és szerintem ezek is már akkor nyomtatott dolgok simán voltak. Simán lehet, igen, egyébként. Ez a prototípus gyártás, ez ilyen valóban nagyon, nagyon durva szinten van az autógyáraknál, mert rengeteg pénz van rá. Viszont a maga lélegeztető berendezés, gyártás, az nem csak ilyen helyeken folyik, tehát a Seat az például a sajátját azt úgy gyártja, hogy azt hiszem, hogy valami segédkeret összeszerelő soron készülnek ezek a... Az egyébként milyen segédkeret? Micsoda? Már milyen segédkeret? Hát ami a motor tartja, vagy nem tudom, valami. Ja, tehát, hogy autóművet. Tehát az autónak egy alkatrészét szokták ott összeszerelni azon a soron, és most izé készül egy ilyen nagyon egyszerű, gyakorlatilag egy kézi lélegeztető balon, amit egy ablaktörlő motorból kialakított ilyen készülék pumpál. Jöjj, a Seat az ennyire barkácsszerűt csinál? Nagyon barkácsszerűt csináltak, de működik, és nagyon hamar készen lett. Amúgy ugye az égéstérben, akit felhívtam, Kanizsai doktort ugye a pécsi sürgősségi betegellátó osztályon, hogy ő azt mondta, és látszott is, hogy valamennyire azért átlátja, hogy igen, szerinte az autógyárak abszolút alkalmasak a lélegeztetőgép gyártása, mert ugyanaz van, mint az autónál, hogy bejönnek szenzorok adatai, és az alapján kell mondjuk a turbónyomást állítani, nyomást létrehozni, és nagyon gyorsan számolni, és hogy szerinte ehhez az autógyártak nem megvan a kapacitás, de akkor ezek szerint is. Egyébként a legtöbben azt csinálják, hogy vannak ilyen készülékek, amik meg vannak tervezve, és vannak olyan cégek, amik ezt gyártották, nem tudom, napi egy darabot, vagy nem tudom, vagy heti kettőt nagyságrendileg, és ezeket próbálják nagyobb szériában elkezdeni gyártani autógyárak. Tehát ez folyamatban van, most a General Motors az 30 ezeret ígért augusztusra például, ők is licenszelnek egy gyártótól,
egy konstrukciót, és azt fölteszik egy gyártósorra, csak ez idő. Tehát hát ugye figyelj, a Seatnál az volt az érdekes, hogy ők azonnalra csináltak valamit, tehát nem tudom, egy hét alatt készült el a kész prototípus, 19 prototípus volt, a 19-et pedig betették gyártásba, és ez egy nagyon primitív dolog tényleg. De mondjuk, mondjuk a General Motors az képes volt átállni pillanatok alatt tankra is, tehát egy lélegeztető... Hát a pillanatok alatt az, azért az... A relatíve pillanatok. Hónap, tehát igen. Néhány hónap alatt minden ilyen problémát meg tud oldani egy autógyártó, mert mindenre megvan hozzá. A kérdés itt az volt, hogy néhány hét alatt is képesek erre. Jaj, annyira elhatároztam, hogy végig kéne hívogatni a magyar autógyárakat, hogy csinálnak-e lélegeztetőgépet, de aztán mindig, mikor elhatároztam volna magam, hogy tényleg, akkor eszembe jutott, hogy de hát nálunk minden nagyon van. Nem az van, hogy, hogy hű. Én beszéltem most autógyárakkal, de ott nem volt szó erről, hogy lélegeztetőgépet gyártanának. Csak arról, hogy, hogy állnak a sorok. És az Audisok azt mondták, hogy fognak is forgatni egy filmet arról, hogy hogy áll a gyár. Hogy milyen érdekes, hogy hogy nem van, működik. Hát, hogy nem működik. És az az, az érdekes, hogy, hogy azért valamilyen szintig be kellett fejezni a munkát, azt mondta Mónika, az Audi gyári sajtós, hogy valamilyen szintig azért befejezték a dolgokat, de hát nem lehetett mindent, és hogy, hogy mit tudom én, hogy, hogy nem úgy van, mint amikor a Rover gyár csődbe ment, és akkor ott lógtak a szerencsétlen Rover 75-ösök a soron, hanem, hanem szépen, ami, ami nem készült el, azok le vannak takarva, de általában amit lehetett hát a motorokat be kellett fejezni. Igen, igen. És még mondott egy érdekeset, hogy az nem az van, nem úgy van, hogy akkor azt mondjuk, hogy akkor Győrben már nincs járvány, lefertőtlenítettük a gyárat, és mehet vissza mindenki dolgozni, mert csak akkor tudnak elindulni, amikor elindul az összes többi is. Igen, igen, igen. Pont most volt egy hír, nem tudom, mennyire olvastad, hogy a Skodának a vezetője mondta, tudom, valamilyen Bernhard Beyer, vagy hogy hívják az embert, hogy... De a cseh neveket nem bírom megegyezni. De nem, hát ez egy, ő egy német, úgyhogy... Elnézést, viszonylag, bocsánat, vicceltem. Viszonylag könnyebb. Az a lényege, hogy, hogy azt mondta pont, hogy kéne valamilyen, valamilyen összefogás európai szinten, hogy minden, minden gyártó és beszállító nagyjából egyszerre tudjon elkezdeni termelni, mert egyébként komoly szenvedés lesz azzal, hogy egy csomó alkatrészt beszerezzenek nyilván. Mert ha mondjuk Spanyolországból jön, vagy, vagy Olaszországból, vagy Franciaországból, ahol szigorúbbak a szabályok, akkor hiába indul el mondjuk Csehországban a termelés, hogyha... Hát az biztos, hogy őrületes szopóág lesz itt, ha ez... elindul minden az első hónapban. Hát gondolj bele, csak az van, hogy, hogy most beszéltünk az Audiról, itt tulajdonképpen van egy autógyár, és van egy motorgyár. És amíg itt nem megy a motorgyár, akkor bizonyos típusú motorok, mondjuk azt hiszem V-motorok, nem igen lesznek más Audikhoz. Hoppá, itt leesett valami, bocsánat. Tehát, hogy nem egyszerűen csak ilyen szinten már meg vannak lőve, és ugye minden autó a világ ezer tájáról van összeszedve alkatrészenként, összekerevjézve szinte. Elképesztő. Na és várjál, miket, kikkel beszéltél még, és miket meséltek? Vagy miért miért beszéltél itt körbe mindenkivel? Nem csak azt kérdeztem meg, hogy milyen ilyen felajánlásokat tettek, és akkor az importőröknek voltak ilyen, és gondoltam, még megkérdezzük a gyárakat is, és ennek kapcsán beszéltem a gyárakkal, és hát ennyi. Tehát, hogy olyan nagy, nagy dolgokat nem. Csak így, ha már beszéltünk, akkor így megkérdeztem a Mónikát, hogy milyen, amikor áll a gyár. És mondta, hogy hát azért nem úgy van, hogy csak kiesett a kalapács a kezükből, hanem ilyen nagyon komolyan le kell zárni a dolgokat. Szép lassan. De volt azért idő erre, tehát lehet, azért lehetett tudni egy héttel korábban, vagy nem tudom, 2-3 nappal korábban, hogy le fognak állni. De emlékszem, hogy valami ilyesmi is volt, hogy, hogy, hogy hétfőn vagy kedden írtam egy anyagot, és abban benne volt, hogy mondjuk szerdán vagy csütörtökön áll le valamelyik gyár. Tehát ők azért így néhány meg nappal előre tudták, egy... hogy ez feladat lesz, hogy, hogy úgy hagyják ott, hogy aztán föl tudják venni a munkát később. Nem menjen tönkre az. Meg ugye de van erre egy rutin, mert nyáron is leszokott állni a gyártás, amikor ja, nyilván, szabadságozókat, tehát hogy ez...
Hát nem csak nyáron, hát hanem vannak leállások, van olyan például, hogy ha túl nagy raktárkészlet halmozódik fel egy típusból, akkor mit tudom én, egy hétre leállítják a gyártást, mondjuk egy ilyen, egyébként is, mit tudom én, ősszel vagy télen is előfordul. De hát mostanában nem volt ilyen nekik. Ja, nem. Nem, de erre megvan az eljárás, nyilván, tehát pontosan lehet, ők pontosan tudják, hogy mik a feladatok, amiket el kell végezni ilyenkor, és ez nyilván eltart valameddig. De tehát nem, biztos nem érte őket váratlanul a feladat. Az kiderült amúgy, hogy a Suzuki az miért adta ki a sajtóközleményt, hogy két héttel meghosszabbítják a gyár leállását, majd jött egy levél, hogy visszavonják az előző sajtóközleményt, majd egy óra múlva megjött, hogy akkor két héttel meghosszabbítják a gyár leállását? Hát az fura volt, azt én se értem. Ja, de hogy akkor az nem derült ki, hogy annál az mire szerintem volt egy elütés a szövegben, vagy valami ilyesmi. És van ez a nagyszerű funkciója a Gmailnek, vagy nem tudom minek, hogy visszahívható az e-mail, ezt nem se értem. Ja, ez egy automatikus visszahívás? Nem. Te a Gmailben is vissza tudod hívni az e-mailt, ha elküldted, de ha már elolvasták, akkor csak kapsz egy olyan e-mailt, te, hogy azt a levelet vissza akarták hívni. Vagy én nem is tudom. Viszont van egy nagyon jó szívet melengető történetem első kézből az esztergomi ipari térségről, hogy van egy gyár, amelyik a Suzuki-nak szállít be, és hát ott is van a közelében, és ők még termelnek, még most is, és hozzájuk járnak Szlovákiából munkavállalók, akik nyilván magyarok, de szlovák állampolgárok, akik legálisan jönnek át, ugye nyilván, hiszen itt dolgoznak, itt kapják a fizetésüket, itt adóznak azután, és forintban kapják ugye a fizetésüket. Na most munka után bevásároltak ugye az esztergomi Tesco-ban, majd mentek haza, és a hídon megállítja a magyar rendőr, és benéz, hoho, bevásárolt, ez illegális. Mert bevásárolniuk nem szabad, csak munkába jönni. És öregem, megbüntették 30 000 forintra. Azt a mindenit. Hogy forintba kapod a fizetésedet, ami most nagyon szar, ha Szlovákiában élsz, és szlovák állampolgár. Ez nem tehát legális, hogy bevásárolj? Nem, tehát a papíron nem. És valószínű, a vészhelyzet miatt? Persze, és hát nyilván, és hát ez valakit ott zavart, nyilván följelentette őket, vagy én nem tudom, mert különben most miért szednék szét, vagy hát nem szedték szét az autót, hát benne volt egy Tesco-s nagy bevásárlás. Igen. Biztos, hogy ne vásárolják fel a kalapgumit, meg az élesztőt. De azt honnan tudjuk, hogy elfogyott a kalapgumi? Írta az Index. Igen? Mert ugye mindenki maszkot gyárt, és most már az van, hogy maszkot még csak lenne szövet, vagy mit tudom én ki miből gyártja, de most elfogyott a kalapgumi, mert a rövidáru nagykerek valószínűleg nem készültek föl, hogy írtózatos kalapgumi készletek kellenének. Nekem Diana asszony vart maszkot, mert nálunk az nagy probléma volt, hogy hát szakállal, hát ugye a szakáll nem fér bele a maszkba, de óriási szerencse, hogy Diana asszony vart nekem. Remélem, hogy látjátok ezt a nagyszerű maszkot. Ja, próbálom oldalt fordítani, hogy lásd, hogy oldalról hogy néz ki, de így. Úgyhogy most lett egy olyan maszkom, ami szakállon is van, de egyébként mindenkinek azt ajánlom, hát aki volt ősrocker, és mondjuk szerette a Suicidal Tendencies nevű amerikai hardcore zenekart, hogy ha vásárolt a budapesti koncerten aranyáron valami 2500 forintért bandánát, tehát ezt a fejkendőt, figyelj, most ilyen predátoros ez a hülye ez a program, hogy Greenboxot, na ott vagyok, itt vagyok látható, felvettem egy Elton John szemüveget, és az amerikai tiszti főorvos, azt láttatok a videót, hogy ilyen ekkora kendőcskét így kell összehajtani, behajtod a csücskét, és két befőttes gumival tök kópolat asztod a fületre. Igen. Szóval ilyet is lehetett csinálni. És hogy a jót is lássuk, tettem egy érdekes felfedezést a tegnapi nagyon fontos városi utam során. Egy csomó, hát nem egy csomó helyen, de egy jó pár helyen ilyen kritikus utakat újra aszfaltoztak, ahol nagyon rossz volt az út. Például a budai alsórakpartnak van egy pár ilyen szakasza, és látod, hogy még nincs felfestés, meg minden, de tökre újra van aszfaltozva egy ilyen 50 méteres szakasz. Egyébként logikus olyan szempontból, hogy most sokkal kevesebb macerával meg lehet csinálni, sokkal kisebb fennakadást okoznak vele, mint bármikor máskor. Így van.
Sőt, még itt az M5-ös bevezetőn, itt még az első ilyen home office időkben, itt a megsüllyedt csatornafedeleket csinálták meg, és egy sávra le lehetett szűkíteni a három sávos utat, annyira nem volt rá igény, és tökre jó, hogy ezeket megcsinálják. Mondjuk én ezt rohadtul nem értem, ezt az egész csatornafedél megsüllyedést, mert ez nem egy helyen fordult elő, hogy az úttervezésekor ez nincsen benne, vagy nem tudom. Egy csomó helyet. Nem tudom, szerintem például a Hungária körúton volt egy olyan izé, hogy más nyomvonalat terveztek, mert ugye úgy volt tervezve, hogy a kerekek ne a kerekek vonalában legyen a csatornafedél, mert elkezdenek rajta menni a kamionok, akkor nincs az a csatornafedél, ami nem süllyed meg. Hát nem tudom, csak aztán egy kicsit átvarjáltak, és bekerült a nyomba ráadásul. És a műegyetem előtti felső rakparton van egy olyan szakasz, hogy nem tudod elkerülni. Igen. Mész az úton, és csak csatornafedélen bírsz menni az autónak a jobb oldali kerekével. Igen, más országokban ez nem probléma, én nem tudom, hogy ott hogy oldják ezt meg, de ez Magyarországon nagyon feltűnő, hogy és akkor vannak azok az utak, ahol meg úgy van építve, hogy ha az egyikben nem mész bele, akkor belemész a másikba. Tehát, hogy... Na figyeljetek közben, hogy még további szívmelengető történet legyen a nagyvilágból. Ezúton szeretnék, ja, köszöntjük, az égéstér köszönti a Budapestről, a texasi Austinba, majd a kanadai Abbotsfordba vándorolt, fáiban végzett autószerelőket és technikusokat. Nem tudom, mi az a fáj, az valami szakmunkás képző, vagy technikus? Szakközépiskola. Igen. Kiváló szakközépiskola. Szóval, és akkor átadnám a szót, ez egy érdekes levél lesz a hallgatónak. Rendszeres égéstér hallgató vagyok, és az elmúlt hónapokban alkalmam volt körbeautózni az Egyesült Államokat és Kanadát, közel 16 000 kilométert a költözés miatt, ami lehetőséget adott, hogy évekre visszamenőleg meghallgassam újból az összes adást. Fura érzés volt eleinte átszelni az amerikai nagyvárosokat, a ti hangotokat hallva, de nagyban megkönnyítette a napi 10-12 órás vezetést. Valahol Kanada közepén lehettem Saskatchewan tartományban, ahol kikönyökölt a kocsimban a hajtókar, de még akkor is tiszoltatok a rádióban, mondjuk lehet, hogy van összefüggés a kettő között. Mondanom sem kell, hogy egy Ford F650-et küldött a helyi autómentő a lerobbant Chevymért, azóta is átokül a kocsim. Maradék távot Abbotsfordig egy bérelt furgonon és egy trailerrel sikerült megtenni, közel 1700 kilométeren át a Kokialla hegységen, ahol a nagy sikerű Highway Through Hell sorozatot forgatják a Discovery. Persze a hóviharok és a jeges utak elengedhetetlen kellékek voltak a tökéletes élményhez. Ezt láttátok már, ezt a Highway Through Hell-t? Sajnos nem, de megnézem. Hát ja, ilyen, az, amikor ilyen fagyott kamionos, szerintem ez a kamion mentős sorozat? Igen, igen, szerintem az, igen. Az jó lehet. A svéd verzióját láttam csak. Igen, van több országgal is, igen. Vagy nem az a halálos utak, vagy nem tudom micsoda az a címe. Lehet. Azt mondja, azóta már egy másik V8-as blokk biztosítja az öregúras vezetési élményt a pick-up-omban, érezhetően jobb lett a fogyasztása, lement 13 literre, már ha ezt sikernek lehet elkönyvelni. Nálunk is koronahelyzet van, bár kijárási tilalom még nincs, dübörög az online rendelés, kávézókból, éttermekből is csak appon lehet rendelni, sok helyen betiltották a készpénzes forgalmat, csak kártyával érintve lehet fizetni. Aki teheti, otthon marad, mi essential service-nek számítunk, szóval amíg van munka és alkatrészellátás, nyitva vagyunk, de az irodát bezárt. Be kell telefonálni, és kint kell hagyni a kulcsot az ajtó előtt, majd egy alapos fertőtlenítés után beállunk a kocsival. Az emberek megértőek, jó kezelik a helyzetet. Sokan elvesztették az állásukat, de a kormány próbálja támogatni anyagilag ezeket az embereket, havi maximum $2000 négy hónapon át. A cégek szintén kapnak pénzt, hogy fedezni tudják a kiesést. Szóval összességében annyira nem keserves a helyzet, további kellemes home office-t, és csütörtökön várjuk az új égésteret, írt a Zsolt. Saskatchewan, öregem. Highway through hell. De gondolj bele, hogy ott mennyivel jobb autószerelőnek lenni, meg mint, ilyen vállalkozás. Mint Austinban, nem tudom. Én így elgondolkodtam. Nem, mint itt Budapesten. Elmennék-e Texasból Saskatchewan tartományba, úgyhogy ha hallgat minket a kérdés olvasó, akkor, hogy hallgató, akkor ossza meg velünk, hogy ez a döntés mögött milyen motivumok húzódnak meg. Én nem tudom, de például én a magyar helyzethez viszonyítva gondold el, hogy itt bejön egy ilyen Skoda gyertyacsere.
eladtál 3 gyertyát. Na de ott 8-at. Szelephézag állítás. Öcsém. A teljelmézzel folyó Kánaán. Nincs downsizing, meg nem tudom mi. Meg a downsizing akkor is csak mit tudom, 8 hengerről. Nálunk ez ilt kell szerelni, igen. Igen, igen. Ott a Ford az megmutatta, hogy a downsizing az az, hogy a V8-as helyett beszerelünk egy V6-os biturbót, ami ugyan gyertyafronton egy kis kiesés, viszont turbófronton mekkora nyereség, hogyha ki fekszik. Igen, a turbók és a gyertyák összesített számát tekintve nem változott a helyzet. Úgyhogy jók ott a lehetőségek, nem? Nem tudom, nyilván más egy autószerelő presztízse egyébként is ott, mint itt. Mert? Mert rendesen ki tudják fizetni a szolgáltatást azért. Van pénz. Szerintem itt is elég jó presztízse van az autószerelőknek, mert nagyon rá vagy kényszerülve. Akármilyen vacak kocsid van, akkor is el kell menned az autószerelőhöz, hogyha ha menni kell, akkor az autó tudjon menni, nem? Elég jól kerestek most az utóbbi időben. Hiány igen. Volt. Hát erről különböző információim vannak. Van, aki jól megél belőle, van, akinek meg egyáltalán nem sikerült. Tehát... Jó, hát aki mondjuk az én kugáromat javította, és fél éven át csak elrontani sikerült, hát most az mit várjon. Na mindegy, köszöntöm továbbá az égéstér nevében a Reineszeni Toszkánából. Kényszer... Mi? Reineszeni Toszkánából kényszerpihenős autóipari mérnököket, Sprendlingetől Sopronig, Dunkheim Forhaus, ezt a hallgató tudja nyilván. Röviden magamról, egy Bracknell nevű városkában élünk Angliában családommal, most egy kicsit bezártam, bár a feleségem keyworker, én most itthon tengetem. Nálunk van ilyen kategória, hogy ilyen keyworker, hogy fontos dolgozó? Biztos vannak, így hallottam, hogy vannak ilyen A csapat, megy be, B csapat, megy be, főnök vagyok, bemegyek, ilyeneket hallottam. És erről adnak igazolást, vagy mi az ördög? De nálunk nincsen ilyen típusú elzárás. Ja, az is igaz, bár lehet, hogy ma bejelent. De egyébként a feleségemnek például van igazolása a munkahelyétől, hogy ő neki dolgozni kell járni. Csikósné asszony is jár be minden nap, azt meséli a Zsolt. Hát hiszen építészkedni kell. Így van. Szóval, itthon tengetem napjaim két fiúval együtt, akik 9 és 15 évesek, hentesként dolgozok, de most nálunk is lockdown van. Nagyon szeretem az égésteret, rendszeres hallgatója vagyok, amiért írom a levelem, a mai nap folyamán a közelünkben lévő Honda telep mellett mentünk el, ahol a parkolóban csak Honda autók vannak. Az egyik épület mögött láttam egy autót, amiért még sosem elküldöm a képet, hát nyilván a Honda el volt, amit még én sem láttam élőben, de hát lehet, hogyha a hallgató lennék, akkor én is örülnék, ha még én is be tudtam azonosítani, képzeljétek el, bár élőben még én sem láttam. Ja nem, bocsánat, az egy másik köszöntés, mert ő a Bracknelltől Budapestig kérte a köszöntést, úgyhogy köszöntjük is, és írja, hogy tudja, milyen nehéz ilyenkor kisgyerekkel, gondolom ez nekem szól, de egyáltalán nem nehéz, tehát igazából az aralányom még nagyon nem ment az agyukra, hát ilyen van, hogy tényleg megírja a nagymamájának, hogy kap be. További köszöntés? Azt mondja, pillanat, minap hallgattam az éges teret, amiben a lélegeztetőgép témát boncolgattátok, nem teljes a rálátásom a dologra, azt hiszem ez a hirtelen átállunk autóról lélegző készülékre átételes a dolog, nem egy az egyben történik. Én Németországban dolgozom egy autóipari beszállítónál, most kaptunk egy megrendelést pont a Doki által is említett Régertől, ugye Kanizsai doktor mutatta ezt a Dräger lélegeztetőt, hogy ugyan már gyártsunk nekik 10 000 darab lélegeztetőkészüléket. Persze ez nem ilyen egyszerű, mert ez pont olyan, mint amikor a moszkvis gyárból hordja haza az alkatrészeket a dolgozó, de akárhogy szereli össze, mindig tank lesz belőle. Szóval nem lehetne ilyesmire csak úgy átállni, mindig autó lenne a végeredmény. Mi eleve gyártottunk az említett vállalatnak lélegeztetőgépet, és most, hogy szüksége még többre, egy kis átcsoportosítással kevesebb autó lesz, és több a lélegeztetőből. Amúgy egy ilyen gyártást nagyon hosszú idő beindítani. Jobbára, ha megszülettek a kalkulációk, szerződések és műfenék, akkor jön a mi dolgunk, a mi részlegünk a kitalált termékhez. Megtervezés legyártja a gyártósorokat, amivel dolgozni fogunk. Ezen belül én tesztrendszerek hardware részlegét tervezem. A végtermék tesztelés masináit,
Ja, plusz a végterméktesztelés masináit, de ezek nagyon hosszú folyamatok, sok-sok hónapban telik, mire minden összeáll egy termék gyártására. Még akár egy egyszerű Tesla lámpa vagy Merci klíma modul esetében is. Szóval inkább tartom azt valószínűnek, hogy az autógyár így gyárt lélegeztető készüléket, hiszen autót is csak összeszerel többé-kevésbé, mert mi és a hasonló beszállítók gyártjuk le az autó nagy részét. Amúgy jó hely ez a Bajorország, jók a sörök, szeretik a különleges járműveket, és még a táj is szép, bár mondjuk egymás között mi ugye égéstér készítők a táj szagáról is tudnánk sokat mesélni. Egy ismerősöm oldtimereket gyűjt, van pár darab SL300-as Merci a garázsában az 50-es, 60-as évek környékéről, és imádja a bazinagy traktorokat, az is van neki. A tesója meg a katonai cuccokat, ott is vannak akkor a teherautók, aminek a krasz kezicsókolomot köszön. Faun. Az megvan a Faun? Faun, persze. Hogyne, az egy, igen, egy nehéz teherautógyártó. Olyan, mint a Maz, vagy hogy hívták azt az orosz szörnyeteget, ami még a... Legalább annyira szögletes. Érdekes hobbi. Kicsit meglepődtem, amikor kiderült az egyik videóban, hogy dorogon főzött a sört, én meg ott nőttem fel. Na jó, szóval, szép napot, ha érdekel a sörös ajánlat, szóval írta Gábor. Na, hogy nem olyan egyszerű, akkor mégse. Az megvan, hogy az Elon Musk is küldött lélegeztetőgépeket? Nincs meg ez a sztori? Még nem csak ajánlatot? Nem, hanem az volt, hogy felvásárolt egy csomó készüléket, és kiderült, hogy az nem lélegeztetőgép, amit ő ilyen 10 000-et vett valahonnan, hanem ez az alvás segítő, ami a horkolóknak van. Tényleg? Hát ez jó. Nem teljesen arra való, mint amire gondolom. Akkor ezzel átkúrták ezek szerint? Óvatosan kell azért, mert most, hogy ezt megmondtad, ha ez Elon Musk külébe jutna, akkor holnap már te is lehet, hogy pedofil lennél, tehát azért vigyázni kell az ilyen... nem szabad a Teslát kiröhögni semmilyen szinten. Elon, kegyelem. Horkolás gátlókat vásárol? Hát tudod, vannak ilyen emberek, akik ez egy betegség, és most már így a jogosítványon is elkezdték... Várj, ez az alvási apnoé, nem? Az. És ezeknek van egy ilyen gép, ami segíti az ő lélegzését. Az nem csak egy ilyen berakod, mint a boxoló fogvédő, és nem... Nem, hanem van ilyen gép. Van egy olyan gép, amit így azt hiszem az arcukra tesznek. Ahol dolgoztam korábban, ott volt egy olyan kollega, nem a mi újságoknál... Horkolásgátlót adományozott, hát ez nagyon jó. Hogy lehet, hogy nem maradnak életbe a betegek, de hogy nem horkolnak, az hétfőncsége. Hát csönd az lesz, az biztos. Mert ez a kollega, aki... Megírtuk meg ezt a csodálatos történetet? Mert fostunk, hogy le leszünk pedofilozva, mi? Nem tudom. De ez nagyon érdekes jelenség egyébként, mert mondom, hogy vannak emberek, aki egyszer csak így fölcsattan a friss, pergő horkolás az irodában. Tehát, hogy ilyen filmszakadásszerűen tud elaludni, és nekik van ilyenre szükségük. Igen. Aha. De nem ébreszt, hanem benyom neki levegőt? Hát állítólag ez ilyen agyi oxigén hiány okozza. Nem értek hozzá szerencsére, és mivel a kollega ilyen akvizíciós úton került a szerkesztőségbe, tehát nem tudtuk róla, mi is így egyszer hallod egy ilyen összenyitott irodában, hogy írtózatosan horkol valaki, és elkezdtünk nézelődni, hogy mi van, és akkor kiderült, hogy neki van ilyen betegsége, és őnek is lett ilyen gépe, és sokkal... És tényleg olyan, hogy azért alszik el, mert éjjel nem alussza ki magát, és ezzel a géppel rettenetesen nagy javulásokat érnek el, csak nem annyira jó koronavírus okozta tüdőgyulladás esetén. Ó, hát ezek a szép... Elon. Igen. Hát ez... De ő azt is ajánlotta, hogy gyárt lélegeztetőgépet. Hát már azon is dolgoznak, én úgy láttam. Tehát valamelyik nap volt egy ilyen, hogy a Model 3 központi kijelzőjét használják majd kijelzőnek, nem tudom. Hát az elég jó kijelző. Ez elég jó kijelző, igen. Jókora. Igen, hát... És a másik szívás, az megvan Tesco-ban, gumikesztyűvel nem megy az önkiszolgáló pénztáron rendesen az érintő képernyő. Gumikesztyűvel sem? Nem tudom, a feleségem azt mondta, hogy neki a textilkesztyűvel akad gondja, de azt mondjuk megértem. Gumikesztyűvel seben telárulom, és akkor oda jött segíteni a csaj, hogy be kellett volna, mert ugye amíg húzigálod le a vonalkódokat, nincsen baj, de amikor be kell adnod, hogy egy csomó retek, azt ugye billentyűzeten kell beadni, és akkor oda jött segíteni a csaj, hogy na mi az nem megy, és akkor beütötte, úgy letolták szegényt, hogy ne menjen oda a vásárlóhoz, nem tudom én,
milyen közel, mert hogy ez a direktíva, de közben meg bent a Tesco-ban ugye vannak ezek, akik a rendelt bevásárlásokat szedik össze, és 80%-okon sem maszk, se kesztyű nincsen egyébként. Igen. Hiszen az kényelmetlen, igen. Na, nekem is furcsa. Hát elkerülni se tudod őket, mert annyian vannak, hogy igen. Hihetetlen. És amikor a nyugdíjas időszakban ők se vásárolhatnak be, úgymond, vagy nem gyűjtögethetik össze a kiskocsiaikra a cuccot. Na figyeljetek, én még a múlt hétre gyűjtögettem témát, csak ugye akkor Vitézni Dávid jött, és akkor ezeket leofoltam, hogy vele mégse ilyenekről beszélgessünk, de azért nem akarom, hogy veszendőbe menjen. Remélem, hogy Asszúr írta a hírt, a Hyundai kihozott egy új Genesis-t. Ezt te igen, azt én voltam, az a G80, igen. Tibi, te láttad a képeket? Az a riasztó külsejű jármű? Ilyen. Én ezt nem értem, hogy ez hogy jöhet ki onnan most 2020-ba, hogy ez hogy, mi? De miért? Mi a baj? Hát borzalmasan rondán néz ki. Tehát, hogy a Hyundai ezen már 5-10 éve valamikor, mintha már túllendült volna ezen a dizájnon, rettenetesen néz ki az autó. Én is meglepődtem, de nekem nagyon ázsia. Lehet, hogy az van, hogy leginkább ott akarják eladni. Nem tudom, nekem egyébként a sokkal rosszabbul esett a Elantra. Az új Elantra. Ami szintén van új Elantra? Igen, nézzétek meg. Hát, gyorsan, várjál csak. Olyan jó lenne, be tudnátok adni, mert én most így nem tudom megnézni a telefonomat. Hát a telefonon nézném. Igen. 2020. Ez nekem nem olyan bántó. Látod az oldalát? Az oldalát? Hát... Látom. Olyan, mint egy papírhajtogató szakkör gyakorolt volna rajta. Várjál, lehet, hogy csak kicsi a kép. Valószínű, igen. Nehéz ezekről így beszélni, eleve valaki csak hallgatja. Igen, hát igen. Na várjál, próbálom Pap Timinek mutatni. Hogy... Ha a Greenbox beveszi. Várjál, most akkor nekem kell beszélni. Vagy várjál, most te látod? Nem látod. Hát kicsit kicsi. Szóval hát nagy a szája. Hát ez nem az az autó, ez nem az az autó. Hát, itt van egy 2020 Hyundai Elantra. 21-et írja. Na jó, van az úr, azért ne szépen. Ezek... Úgy működik a dolog, hogy a 2021-es modellév az a, az a 2020 vége. Ilyen. Jézus Mária. Ja, várják. Visszaadja. Add vissza, ez rettenetes tényleg. Na, a Nyegrau DJ-zé, helyes. Hol van? Én nem látom. Az. Jézusom, de várjál, ez egy Fiat gyártású török szedán, de az a Genesis is ilyen, a hátulja. Ez a csótány hát, és valahogy, mintha meg lenne így, tényleg, hogy az asszony mondta a papírhajtogató, fúj, Jézus már. De várjál, a 2020-as, az, annak nem volt szerintem semmi baja, főleg ehhez képest. Az a kifutó modell. Hú, ez kemény. Úgy és látszik, ez... most ők fingják a Passat szellet, legalábbis elhitték. Hát szerintem van egyfajta nyomás, hogy érdekeset kell csinálni, és ez ilyeneket tud eredményezni. Én ezt tippelem. Asszúr, és a megszűnő a Seat Alhambra, az nem fájt? Kinek? Neked. Nekem? Hogy megszűnik a Seat Alhambra, nagyon fájt. Nagyon fájt, de eltitkolom. hogy hát vajon miért? Tehát, hogy a Sárán is megszűnik, vagy... Meg minden. Jó, hogy az van, hogy az egész buszlimuzin piac az úgy fordult bele az árokba váratlanul, körülbelül 2 évvel ezelőtt kezdődött a történet, és egy ilyen kavicszerű ilyen zuhanás, függőleges zuhanásba ment át a történet. Várj, ez buszlimuzin, ez nem a nagy egyterű? Hát az, mindegy, egyterű limuzin, egy kutya, egy hétüléses nagy dömper. Igazából az van, hogy semmilyen egyterűt nem vesznek az emberek Nyugat-Európában. Tehát úgy szűnik meg az egész piac, hogy
most mondok egy példát, valamit 3 évvel ezelőtt 60 ezer példányba el lehetett adni, most 20 ezeret lehet belőle eladni, nagyjából ezek az arányok. És csökken. Tehát mindenki menekül, ahogy lehet. A Ford azt hiszem még felújította utoljára a Galaxit, meg a mi a másik, az S-Maxot, de szerintem nekik is azért megy így, mert ki van fizetve, tehát igazából nem fáj, hogyha még nyomják bele a szerszámba. Aztán el fog jönni az a példányszám, amikor már nekik is fájni fog, és le fogják szedni műsorról. Nem marad ilyen autó, gyakorlatilag. Szegény nagy családosok, akik kaphatnának változatlanul támogatást, nem tudom. Hallottok? Halló? Nagyon érdekesen. Tehát... Ez most hirtelen lelassultál nagyon. Nagyon érdekesen bontottál betűkre szavakat. Azt a mindenit. Na, szóval szegény nagycsaládosok nem tudnak támogatásra majd autót venni, mert nem lesz mit. Nem lesznek ezek a jó kis hétüléses cuccok. Hát hétüléses lesz, csak ilyen SUV jelleggel alakulnak át ezek az autók. Tehát mint a, tudom én, a... De ez nem olyan. Opel Grandland, meg ezek. Tehát, hogy a nagyjából... Mi van? A Peugeot 5008 volt ilyen, ami buszlimuzin volt előtte, és a második generáció már ilyen SUV jellegű dolog. Igen. És ez az irány, tehát úgy néz ki, hogy mindenki így alakítja át a saját palettáját. De hát a legszebb az S-Pass volt, amit hogy meg SUV-sítettek? Vagy igen, az nem, crossover, azt mondták, hogy crossover, és raktak egy kis fekete csíkot az aljára két oldalt, mintha meg lenne emelve. De hát ugye nem volt. Hát meg nem lehetett beleülni hátra. Semennyire. Azért, akik régen S-Pass-t vettek, meg főleg a Grand S-Pass-t, azok azért vették, mert oda tényleg akartak embert ültetni, és ez az S-Pass, ez meg már csak ilyen se egy terűnek nem jó, se SUV. Szerintem az még pont jó, szerintem a Grand Scénic nem jó. Tehát az S-Pass-ban igazából elférsz, az már egy emberhez méltó autó, én igazából azzal járnék is, szerintem tök jó. A Grand Scénic volt szerintem az átkúrás, amiben nyomorogtál. Tudom, mert hosszú utat tettem meg vele sokan, és arra használtuk volna, amire kell, de nem lehetett. Na de, Pap TV még a technikával küzdött, amikor már mi Assurral a Red Dot Design Award-ot próbáltuk megfejteni, és ugye az az alkalom, hogy ma jött egy sajtóközlemény, hogy ki is kapott egy csomó Red Dot, hogy a Peugeot kapott 2-t meg. Peugeot 2-t, igen. Mazda is kapott valamire. Igen. És hogy erről még 3 hete akartam volna beszélgetni, hogy akkor is volt egy ilyen, hogy 2 külön sajtóközleményt kaptunk egyet az Opeltől, azt hiszem, hogy ő nyerte a Magyar Évautója díjat. Igen. És hogy, várjál... Mind a 8-at? És az Opel. És hogy az egyik kiadta a közleményt, hogy megnyerte, a másik pedig, hogy tarolt. Hogy akkor a Suzuki-k taroltak, és az Opel nyerte meg, vagy az Opel nyerte meg. Tehát tudod, a 2 együtt nem teljesülhet, olyan volt az a 2 sajtóközlemény. Közben nem igaz, mert rengetegféle díjat adnak ki, tehát egy csomó olyan díj van, aki, tehát hogy mindenféle kategóriákat csinálnak, és akkor lehet tarolni az egyiknek mindenféle kisebb kategóriában, és a másik meg nyerhet egy abszolút díjat, érted? Úgyhogy nyilván, hogy mindenkinek ez nagyon meglökte az eladásait. Alapvetően, igen. És a temetőben felsír egy Playboy Éva autója díj, ugye az volt még nagyon jó, hogy ha már valakinek senki sem jutott, akkor lehetett Playboy Éva autója, az teljesen kiszámíthatatlan volt. Nem tudom, hogy ti zsűriztetek-e már Playboy Éva autója. Sajnos nem. Többször is hívtak, és az elején gyorsan elolvastam az apróbetűs részt, és kiderült, hogy még egy diátadóra is el kéne akkor mennem, ha elvállalnám a zsűrizést, úgyhogy végül sose zsűriztem, mint Playboy Éva autója, de hát szerintem nélkülem még méltó kezekbe került. Na és most, mivel ma jött ki 2 sajtóközlemény is arról, hogy ki mindenki nyert Red Dot díjat, gyorsan... Én még ma olvastam egyet, bocsáss meg, hogy beleszólok, még mielőtt elveszünk a Red Dot-ban. A Porsche Taycan nyert valami World Coty. Igen, az van. Zodát? Valami világév autója, az executive car, meg nem tudom milyen kategóriában. Tehát ők is ilyen, rögtön 2 elhoztak. Na de ott is az, hogy 6 díj van. Ezt most megírtam, onnan tudom végül is, úgyhogy el lehet majd olvasni nagyjából egy időben az égéstér meghallgatásával. Hogy ott is 6 díj van, van egy abszolút első, van egy
egy World Performance Car, ami egy ilyen sportos dolog, van egy World Luxury Car, azt hiszem, van egy World Urban Car, és mi van még? Ja, Design Award. És a Designt nyerte a Mazda, kettőt nyert a Kia, és kettőt a Porsche? Akkor lehet, hogy csak öt. Akkor van. Itt most kinyert és kitarolt. Hát ez most szerintem tarolásban ilyen döntetlen van a Kia és a Porsche között. De ráadásul a Kia az a Telluride nevezető autóval nyerte meg, ami bár ez egy nemzetközi díjnak tűnik, ez egy csak amerikai piacos autó. Egy ilyen... És mi az amúgy? SUV? Olyasmi, igen, egy viszonylag nagyobb vacska. De azt hiszem talán már pont ön hordó karosszériás. És valamiért a Red Dot díjban az a jó, hogy én nem tudom miért, az én fejemben is, mintha valami komolyságot sugározna, tehát hogy mintha az egy igazi díj lenne. Hogy kaptál egy piros pontot? Komolyságot sugároz? Az tényleg, hogy az egy ilyen, hogy az valami, hogyha valami kapott egy Red Dotot, szóval azt szép tárgyak szokták kapni, ilyen Philips Stark tésztaszűrők és Dyson hajszárítók, és mit tudom én. De hogy most már kezd ezzel is kételj ébredni bennem, hogy tényleg ez a Red Dot, általában, hogyha az év autóját kiosztják, akkor utána az szokott lenni, hogy aki nem kapta meg, az általában, mintha venne magának egy Red Dotot. És aztán... Igen? Én azóta nem hiszek ebben a Red Dotban. Egyik évben, amikor így jött ez a Red Dot cunami a sajtóközleményekben, akkor mondom, megnézem már, mi az a Red Dot díj. És bemész a díjazottak listájára, és vannak ezek az önbetöltős weblapok, és akkor így görgetsz be, nézed a díjazottak, és csak jön be a többi. Most már nem ilyen végtelenített oldal, hanem egy darabig betölt új díjazottakat, majd lapozni kell. És megnézed, hogy hányat lehet lapozni, 140 oldalt. És 140 csak... lehet lapozni, mi azt jelenti, hogy van 140-szer, 20-30, nem tudom. Ha igen. Valakit érdekel a Red Dot komolysága, röviden összefoglalva, van Wikipedia szócikke magyarul, és azt szerintem az viszonylag rövid. Én azon rögtem, hogy 2015-ben 31 kategória, és azok a kategóriái, és akkor most képzeld el, hogy melyiket lehet egy autóval elvinni. Nappali és háló, háztartás, konyha, konyhaszekrény, oké, ez így nem, fény és világítás, már ez rezeg, akkor a 10-es kategória sport, 12-es szabadidőjáték és szórakozás, abba is kaphatsz Red Dotot, baba és gyerek, divat, ékszer, beltéri berendezés, anyagok és felületek. Érted? Ha nem jött össze az évautója, akkor azért elvittél egy anyagok és felületek Red Dotot, akkor azt mondja, hogy 23-as irodaszerek, 24 gyárak, gépek, robottechnika, ugye 25 szerszámok, ugye hát egy csomó autóban van jégkaparó vagy valami, 27 járművek, földön, vízen, levegőben, világűrben. 28 jármű kiegészítő. A Buran nem nyert véletlenül? Hát ugye Tesla Roadster, amit kilőttek. Ugye. Igen, hát ez olyan kicsit, mint az Oscar-díj, hogy ugye ott is annyi aldíjat adnak, tehát hogy a legjobb hangvágás, és a legjobb... De egyébként az Oscarból is, nem tudom, van az öt, amit számon tartanak, tehát a legjobb rendező, a legjobb férfi főszereplő, mellékszereplő, női főszereplő, mellékszereplő, és nagyjából még nem tudom, a legjobb forgatókönyv, meg ilyenek, tehát ami számít. A Red Dotból melyiket tartod nyilván, azt úgy mondd meg, légy szíves. Figyelj, van olyan is, hogy vállalati dizájn és identitás kategória. Van márka identitás. Hát az egy jó logó dizájn, meg lehet nyerni vele, persze. Várjál, figyelj, beszarok, megőrülsz. Van ilyen, hogy éves jelentés kategóriában, három alkategória, nyomtatott, digitális és egyéb. A legjobb éves jelentés kategóriát. És a Hyundai elvitte a legjobb éves jelentés kategóriát. Én egyébként, én szoktam ilyen fotós oldalakat nézni, és ott volt egy hír, hogy a Fujifilm az nyert 23 Red Dot díjat, és benne volt a sajtóközleményben. Idén? Az idén. 23 darabot. Esküszöm. A Fujifilm és, idén 23 Red Dot díjat nyert. Igen, igen. Minden. Jók voltak, a távcső, az új fényképezőgép, nem éves tudom, van jelentés. Az idén 4-5 új fényképezőgépük, nem tudom mi, és azt most megmutatnám, hogy van a Fujifilmnek egy olyan gépe, hogy XT30, az is nyert egy Red Dot díjat, és van az elődje az XT20. Ami itt van a kezemben, mert véletlen van nekem egy ilyen. Ez annyiban különbözik, hogy itt
egy joystick van a négy irányú gomb helyett, egyébként tajt ugyanígy néz ki a fényképezőgép. De még nyert a gasztró, nem tudom micsoda, valami ilyen orvosi szerük, amit bedugdosnak az emberbe, még az is Red Dot díjat nyert. Tehát, úgy katétere? Hát valamilyen gasztró, nem tudom micsoda, hogy aztán, hogy melyik inputra kell csatlakoztatni az emberen, azt már nem tudtam az elnevezés alapján megfejteni, de az is nyert Red Dot díjat. Én mondjuk ennek a Red Dot-ozásnak szerintem a végső stádiumával találkoztam a múlt héten. Egy szerintem hát ilyen vállalati gerilla marketing volt, amikor valaki olvasónak vagy nézőnek álcázva elküldi neked a söröket, hogy tessék, Robi, ezt kóstolj, meg a Palóc kézműves sörfőz, de szerintem árérték arányban nagyon jó. És tudod, tök életszerűtlen, mert 12 üveg sört küld. Annak mennyi a postaköltsége? Valahol 6-7-8 ezer forint? Hogy tehát kizárt, na mindegy. Ennyire ott szeretnek téged az olvasók, Vinkel. Nem, annyira hisznek a Palóc kézműves sörfőzdébe, és figyelj, olyanok vannak a Palóc kézműves sörfőzdének, mindenkinek ajánlom, vigyázat, irónia volt, hogy a legtöbb rá van írva, hogy 5 nemzetközi aranydiploma. Hogy mi az, tudod? Az nincs. Vidrócki vörös sör, mit tudom én, Palóc kézműves sör, 5 nemzetközi aranydiploma, 4 aranydiploma, 6 nemzetközi bíbordi. Hogy ezt tudod? Hogy ezt csak jó, de ez egyébként a marketingesek imádják az ilyet szerintem. Tudom, de ők még meg se vették. Tehát a Fuji megvesz magának 21 Red Dot díjat. Aha. A Citroen is megvette, szépen kifizette. Mit tudod? De az, hogy a hasadra csapsz, és rájzod a címkére, hogy 4 nemzetközi aranydiploma. Hogy hol? Ki? Oxford? De igazából nincs? Például nagyon jól lehetett látni annak idején, hogy ugyanezt a szerepet töltötte be az Euro NCAP csillagszám. Ugye eredetileg 4 volt, aztán 5 lett, és a 90-es évek végén, meg a 2000-es évek elején, aki kapott 5 csillagot, az elkezdett ezzel menőzni gyakorlatilag. Hát a Renault volt igazából ennek a reklámokban. A Renault, Toyota, többen csinálták. De a Renault-nak nem nagyon ez az 5 csillag, hogy tényleg. Igen, de ez mekkora volt. De ez mekkora volt, gyakorlatilag ez meg volt, hogy mostanra elértük azt a helyzetet, hogy az 5 csillagos törést ezt nem mond semmit, mert mindenkinek van, konkrétan. Nincs, mert a Suzuki Swift az csak 4, de az is csak... De az olcsó autókat leszokták pontozni, de minden gyártónak van 5 csillagos modellje. A drágább modellek azok mind 5 csillagot kapnak. Az meg volt, hogy amikor a Renault Laguna megszerezte az 5 csillagot, azt úgy szerezte meg, ugye, hogy akkor az ilyen pluszpontot még csak a biztonsági öv becsatolásával, tehát volt ez a pittyegő figyelmeztetés, hogy kapcsolt az övet, és akkor belerakták ezt, és akkor 2 ponttal több lett, és akkor így átbillentek az 5 csillagba. Majd utána a Mercedes-Benz is megcsinálta ezt a pittyegést valószínűleg a C-osztálynál, vagy valamelyik ilyen Mercinél, és akkor olyan kampány ment az újságokban, hogy a Renault Laguna üdvözli a klubban a Mercedes C-osztályt. A pittyegő klubban? Ez nagy geciség azért. Igen, de igazából nagy trollkodás, tehát hogy igazából jó pofa. Pittyegjünk együtt klub tagjai egymás. Halló? Halló? Mi hallunk. Ez megint kibetűzni a pittyegünk együtt klubot. Jó, ez az új szoftverprogram, ami rögzít minket. Kíváncsi vagyok a végeredményre. Nem ezért vagy azért, de csak te csinálod ezt. Hát gondolom... Sávszélességre gyanakszom. De azelőtt nem volt gond a sávszélességre. Hát igazából, de... Igen. Igen, volt. Igen. A mobiltelefonnal? Nem a mobiltelefon miatt van? Hogy én nem... Hát még az is lehet, a fel tudja. Lehet, hogy azért ez nem olyan ügyes, mint egy nagyobb számítok. Nem egy stabil wifi-e vagy akármi. Igen. Sajnos nem 5 GHz-en megy, mint bizonyos dolgok itt a házban. Na jó, zárásképpen, nem tudom, ki küldte be a szerkesztőségi listára, vagy ki jött tőle lázba, vagy ki háborodott fel, hogy online lehet rakodógépet rendelni, és akkor valaki... Én voltam, igen, én voltam. És a nyeglevot kellett lehűteni, hogy Leo az csak homblok rakodó, nem targonca, hogy akkor egyelőre ez a csúcs, tehát amit online megrendelhetsz, és, vagy ez csak egy marketing fordulat, mert amúgy is
rendelhetsz bármit online, aztán utána be kell menned. Nem hinném, hogy ezt a voltos vagy netpincéres futár kihozza neked. Hát azt nem ígérték, hogy kihozzák, bár szerintem van ilyen trailer, amivel simán le tudják itt rakni. Meg ugye volt ez a Kínában vezették be, hogy megveszed az autót online, és egy drón meghozza a kulcsot. Tehát, hogy... Igen? Aha. Tehát, hogy azért van fejlődés, itt meg meghozza, nem tudom, hát ehhez is van valami kulcs, nem? Ha biztos, de egyébként igen, tényleg. Hát azt írja, hogy a gépjárműparkjuk segít a szállításban, tehát még akár az is lehet, hogy kihozzák. És mit lehet rendelni? Ez milyen rakodógép, vagy mi az ördög ez? Ez valami agrár felhasználású gép leginkább, mert itt a képeken alapvetően ilyen izéket. Ilyen manitú jellegű, csak nem az. Aha. Na, ja, akkor ez egy hosszú csápos, hogy is hívják ezt? Valami hosszú csápos rakodó, vagy valami? Valami. Van ennek valami neve? Na mindegy, jó, akkor egyelőre akkor ez vezet. Reméljük, hogy jövő hétig még komolyabb gépeket lehet online rendelni. Valami nyerges vontatót, vagy valami ilyesmit. Én még szeretnék egy ilyen bányadömpert ide az udvarban. Ahova az autóval se tudsz beállni? Vagy... Oda lehet, akkor helyet csinálnék neki ilyen bányadömperre, tudod? Ja, várjál, most megvan az utolsó kérdésem. Mentek valahova húsvétkor, vagy ott hagyjátok a családot? Tehát nincs, a Pap TV nem megy. Bácska, Bánát, hová szoktál? Szatmár? Békés vagy Szatmár, E2. Igen, akkor mész vagy nem mész? Nem is mehetnék Szatmárra, ugye, mert ott nem engednek át a határon. Ja, vagyok, hát ott nem is tudtok átmenni. Ott résen vannak, hát ha csak nem a zöld határon. Szarvasra sem megyünk, mert apám 80x, nem 80x, de idén lesz 80, és nem szeretnénk ilyen rizikókat bevállalni. Ugye most ugye Szarvas ezzel fölhelyezte magát a turista paradicsomok térképére, hogy elkezdtek rémánkodni, hogy oda sem menjenek az üdülőkbe a népek a húsvéti időszakban. Ugye Szarvas Békés Szent András környékén, ott a Körös Voltág mentén nagyon sok üdülő van, amit kis lehet bérelni, meg van egy csomó magánembernek is. És most bekerültek a vérkeringésbe ezzel, tehát hogy egy kis gerilla marketingje is lett a dolognak, de nem megyünk, és van azért ennek jó oldala, nem vagy kiszolgáltatva más sonkafőzési szokásainak, hogy megveszi a kötözött lapockát, meg ilyen gyorspácolt vackokat, hanem tudod, hogy te megveszed a piacon az igazi parasztsonkát, és akkor azt kell elfogyasztanod, és nem kell bejárnod egy csomó helyet, hogy részletenként fogyaszd el máshol, miközben a tiédnek a nagy részét mások eszik meg. Igen. A lelkismeretes emberek végre egyszer jól járnak. Így van. Nyegleó Isten, lakóautóval elmész valahova? A lakóautó legális? Vagy tényleg ez most hogy van? Hát ez azért elég véleményes igazából, hogy mert érted... Ha egyedül lakóautózol és nincs kontakt? Igen, vagy családtaggal, tehát... De nincs rajta a listán, hogy turistáskodni el lehet menni. Igen. Tehát, hogy van ez Az gyanítom, hogy ez kevéssé lenne oké, de eddig még nem hallottam a lakóautósok közül, hogy aki ment valahol a lakóautóval, azt kilőtték volna. Aha. Eddig. Én meg elhatároztam, hogy még nem megyek el motorozni, mert ugyanúgy az rekreációs célű magányos tevékenység, de a múltkor voltam egy-két hete, és ugye nem elég, ahogy Viktor megmondta, hogy mindig jönnek a migránsok, meg a járvány, de hogy még az aszály is, hogy tényleg, hogy nagyon durva aszály van. Így van. És én Nógrádban mentem egy kört, és annyira poros az út, nem látod igazából. Autóval azért lehet szágulni, de motorral nekem az egy kicsit para, úgyhogy én megvárom az első esőt, meg Viktorunk sajtótájékoztatóját, hogy akkor most mi lesz. Mert ezt még most mi se tudjuk. Úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, boldog húsvétot, boldog nyulat kívánok mindenkinek. És hát Tűzföldtől Tokióig találkozunk mindenkivel a jövő héten. Kevés locsolót. Kevés koronavírusos locsolót kívánok.